A 2019-es esztendő a sikerek mellett számos nehézséget és persze sok-sok munkát tartogatott a Martinek Farm BT számára. A növénytermesztésben két komoly kihívással is meg kellett küzdenie a vállalkozásnak, hiszen a kedvezőtlen időjárási körülmények mellett a munkaerőhiány is megnehezítette az eredményes gazdálkodást. Az alap a növénytermesztés, ahonnan minden indul, az az elmúlt időszakok leggyengébb éve volt. A csapadékszegény téli időszak rányomta a bélyegét a kalászos növényeinkre, amit zöld tömegtakarmánynak vetettünk. Nem tudtak fejlődni, ősszel nem kelt ki, mert szárazság volt, télen megint nem úgy fejlődött, tavasszal tudott volna fejlődni, és vártunk is rá, még hogy ne vágjuk, és egy hetet rávártunk, és onnantól kezdve megjött az eső. És onnantól kezdve meg az eső akadályozta folyamatosan a munkánkat, és tehát ránk vénült, a fehérje tartalom sajnos oda lett. Tömeg az több lett, de a fehérje az oda lett. És ez a késlekedés, ez egész év végig kísért bennünket. Természetesen a növénytermesztésbe a munkaerőhiány is érződött. Kihívás volt megtermelni úgy a takarmányt, hogy ilyen alacsony létszámmal volt, amit bérmunkával kellett megcsináltatnunk. A gyengébb növénytermesztési eredmények ellenére a szarvasmarha tenyésztés területén szerencsére nem volt érzékelhető visszaesés. Magával az állattenyésztési ágazat az tudta hozni az elvártakat, mert ugye, hogy ha a fehérje nincs meg a zöld takarmányba, a tömegtakarmányba, akkor nyilván, hogy a receptúra szerint azt pótoljuk neki, tehát többet költség, de magába a termelésre nagy kihatással nem tud lenni ez így, ebbe a formába. Az állattenyésztési ágazatban azért így is adódtak nehézségek. A vágóállatértékesítés az évek óta gyengén muzsikál, tehát a hízott bikát nehezen lehet értékesíteni, mióta a török export összeomlott, de én legszívesebben már felszámolnám a hízóbika tartást, de a családom azt mondja, hogy egyelőre még tartsuk fent. Tehát végeredményben az, hogyha év utóján nem tudja leadni a vágóállatait az ember, az azt jelenti, hogy következő negyed évnek a dereka fele tudja csak értékesíteni, és addig van egy túltartás. A tejtermelés területén a vállalkozás a tavalyi évben is magas színvonalat tudott teljesíteni. A minőség az az alap, természetesen azt meg kell követelnünk. A mennyiség az szintén tartható volt, én aránylag meg vagyok elégedve vele. Hála az Istennek a munkaerő az rendeződött az ágazatba, de továbbra is kénytelenek leszünk harmadik országbeli vendégmunkásokat fogadni és azokkal végezni a munkát. A 2013-ban indult tejfeldolgozó üzemben évről évre egyre többféle kiváló minőségű terméket állítanak elő. Újabb terméket nem vezettünk be a tavalyihoz viszonyítva, hát ugye végtelenségig nem lehet itt fokozni a termékpalettát, mert ez véges. Végül is újabb boltok jöttek, újabb megrendelés, tehát a feldolgozóba lezajlott folyamatokkal is én meg vagyok elégedve. A minőséget azt úgy tudom, hogy tudtuk tartani, meg törekszünk is rá, holott, ahol emberek dolgoznak, ott mindig következhet be bármilyen probléma, de megpróbáljuk ezeket kiküszöbölni. A Martinek Farm BT minőségi tejtermékeire egyre nagyobb a kereslet. A töltött sajtok iránt kimondott nagy az érdeklődés, főleg ilyen ünnepekkor, mint karácsony, szilveszter, húsvét, ezeken az ünnepeken kimondottan nagy az érdeklődés irányába. Újabb boltok jöttek Debrecenbe a biopiacon, ami van a Portéka boltja, ez már most átveszi a boltnak a vezetését az, aki eddig végezte, és most már üzletszerűen fogja csinálni. Nagy reményeket fűz hozzá. Mi mondtuk, hogy ki fogjuk tudni szolgálni, tehát a mennyiség nem fog probléma lenni.
A vállalkozás az elmúlt években már számos fejlesztést valósított meg a minőségi és gazdaságos termelés érdekében. De az idei évben is terveznek újabb beruházásokat. 2020-ra mindenféleképpen elkezdjük azt a két istállónak az építését etetőúttal és trágyatárolóval összekötve, amelyre már régebben építési engedélyt kaptunk, és pályáztunk is, a pályázatunk nem nyert, mi úgy ítéltük meg, hogy az elutasítás az nem korrekt volt, fellebbeztünk, a fellebbezésre mai napig nem kaptunk választ, de így már nem akarom tovább tolni magunk előtt az építkezés halaszgatását, így már fogjuk kezdeni ezt a beruházást önerőből, és önerőből fogjuk megvalósítani. A befejezett beruházások, azok pedig nem már gondolok itt a napelemre, napkollektorokra, most már ez éreztette a hatását, tehát nem kellett annyi magas energiaköltséggel számolnunk, mint előző években, tehát úgy a melegvíz előállításnál is, mint az elektromos áram előállításnál is. Persze ezt még lehetne egy kicsit fokozni, mert még mindig őrületes energiaigényel van a feldolgozó, hogyha csak arra gondolunk, hogy azt a 39 fokos tejet, ami az állatoktól kijön, aztat lehűtsük 5 fok alá, aztán aztat felhevítsük 95 fokra, és visszahűtsük 5 fok alá szintén, és minden termék, mikor termék készül belőle, szintén megint le kell hűteni 5 fok alá, és tehát ez borzasztó energiaigényel van. Egy visszafogottabb, de eredményes év után tehát új kihívásokat és fejlesztéseket hozhat a 2020-as év a Martinek Farm BT számára.